Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket mai online sajtótájékoztatónkon. Nem is olyan rég Orbán Viktor azt mondta, hogy higgyenek nekem, sikeres lesz az újraindítás, remek gazdasági akciótervünk van. Ismét egy remek akcióterv. Tavasszal is próbáltak hinni az emberek. Próbálták elhinni, hogy lesz olyan bértámogatás, amilyet mondjuk a környező országokban, Szlovákiában, Romániában, Ausztriában láttak. Próbálták elhinni, hogy a 3 hónapos álláskeresési járadék lejárta után is lesz segítség a kormány részéről. Próbáltak hinni a vállalkozók, hogy valós, kézzelfogható segítséget, támogatást kapnak, és nem újabb lehetőséget hitelfelvételre. Sokan próbáltak hinni. Közülük nagyon sokan a közel 300 ezeres munkanélküli tábort bővítik. Nagyon sokan közülük azok közé, a 150 ezer ember közé tartoznak, akik semmilyen segítséget és támogatást nem kapnak álláskeresőként a kormánytól. Mi maradt a kormány ígéreteiből mára? Hitetlenség és hit nélküliség. Nem tudnak már hinni az emberek. Szembe jönnek velük a kormányzati plakátok, ahol azt látják, hogy mindenki fontos és mindenki számít. És közben nem ezt látják, nem ezt érzik, nem ezt tapasztalják. Családok vannak komoly gondban, komoly problémákat okozva a megélhetésükben. Megjelent a híradásokban, hogy egész Heves megyében 50 szállásadó kapott állami támogatást. A legkisebb összeg 63 ezer forint volt, a legnagyobb 93 millió forint. Sajnos sem Egerben, sem itt máshol Heves megyében nem tudtunk azokkal találkozni, akik a 93 millió forintos támogatásban részesültek. Itt vagyunk most Egerben, Szépasszonyvölgyben. Nem olyan régen jöttünk be Eger belvárosából, ahol vállalkozókkal találkoztunk. Volt köztük tánctanárnő, rendezvényszervező, volt kisebb panzió tulajdonos, és volt egy nagyobb hotel tulajdonosa is, aki hosszú évtizedek óta becsülettel működtetik a hotelt, immáron több nemzedéken keresztül. Elmondták, hogy teljes kilátástalanságban és bizonytalanságban élnek. Nem tudják, hogy mi lesz holnap, mi lesz 2 hónap múlva. A legkeményebb mondat, ami elhangzott szájukból, az az, hogy nem elég, hogy cserben hagyott minket a kormány, de még belénk is rúgtak. De Eger, amelynek a nehéz ipara a turisztika, az nem csak azért fogott padlót, mert a szállodatulajdonosok, a szállásadók gondban vannak, hanem azért, mert azt is elmondták a vállalkozók, a szállodatulajdonosok, a szállásadók, hogy ők kapcsolatban vannak beszállítókkal, akikkel a reggeliztetésben segítettek, pékárúval, italbeszállítók, vagy akár mosodák. Ők sem kapnak semmilyen támogatást és semmilyen segítséget. És megdöbbentő volt látni azt a kimutatást, ami szerint az állítólagos 50%-os bértámogatás az valójában 17%. Annak ellenére, hogy nem eltagadva a kormány járulékedvezményeket, ilyen-olyan adókedvezményeket jelentett be, de valójában az 50%, 17%. Ez ugyanolyan parasztvakítás, mint a 80%-os bértámogatás, mikor kiderült, hogy a 70%, 30%-ának az akárhány százalékat kapják. Elég volt a hazudozásból, elég volt a parasztvakításból. Végre el kellene kezdeni kormányozni. Elmondta a tánctanárnő, a rendezvényszervező, hogy ő bizony munkanélküli. De ő nem szerepel a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében. Tehát hagyják abba a sikerpropagandát, hogy milyen jó munkanélküliségi mutatókkal rendelkezik az ország. Nem igaz. Emberek, családok vannak bajban. Miközben azt látjuk az óriás plakáton, hogy újra indítjuk a gazdaságot. Tudják, mit indítanak újra? A gazdagságot. Mert közben azt látjuk, hogy a környező hotelekben, szállodákban, amik a NER-hez vannak bekötve, az oligarcháikhoz vannak bekötve, ott nem csak pénzhez jutnak hamarabb, de információhoz is. Ott már tudják, hogy mondjuk a környékbeli Mészáros Lőrinc birodalmához tartozó Hungest hotelben már mondjuk húsvétkor lehet majd rendezvényt tartani. Hát hogy a túróban fordulhat ez elő? Összegezve, a Magyar Szocialista Párt a járvány kezdete óta azt követeli,
hogy 80%-os bértámogatást közvetlenül a munkavállalóknak, pénzt az embereknek, pénzt az önkormányzatoknak. A Magyar Szocialista Párt azt is követeli, hogy emeljék fel 9 hónapra az álláskeresési járadék összegét, mert nem lehet ennyi idő alatt munkát találni. Segítsék a magyar családokat, segítsék a magyar embereket. Most, nem holnap, de leginkább már tegnap kellett volna. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.